Most azért hiányolom a menetwork számát az ausztrál esetében, hogy jó lett volna hallani, legalább egy pár taktus erejéig. Szóval itt van Simon Whitlock, aki ugye volt döntős 2017-ben a World Grand Prix-n. Így van, azonban Daryl Gurney az útját, tehát az a Daryl Gurney, aki már nincsen bent a versenyben. Viszont ott fotózkodott a háttérben, egy hölgyel csináltak egy selfit. Szóval, kire tennéd a pénzedet? Whitlockra vagy Dobira? Muszáj mindenképpen választanom? Akkor nem, legyen babszem. Legyen babszem, jó. Ja, akkor babszemet tegyek fel, jó. Akkor felteszek 20 babszemet Simon Whitlock győzelmére. Oké, Dobira semmit? Dobira felteszek 5-öt mondjuk. Ekkora favorit, úgy gondolod, az ausztrál még így is? Én úgy gondolom, hogy a rutinja az mindenképpen mellette szól. Többször járt már ezen a színpadon, mint Chris Dobby. Az egymás elleniekből nem nagyon lehet semmire se következtetni, ugyanis 2-2-re állnak, ráadásul úgy nézett ki ez a történet, hogy 2016-ban játszottak 2 meccset, majd 2020-ban még 2-t, és mind a két évben egy ide, egy oda. Tehát tényleg abszolút megjósolhatatlan, de a rutin miatt én azt mondom, hogy Simon lesz a befutó. Már be is szállt a versenybe Whitlock, sőt egy tripla 20 is jön neki az elején. Tulajdonképpen a fia lehetne a kor alapján Chris Dobby, 22 évvel idősebb nála Whitlock. Dobby is éppen befért, a Pro Tour sorozatban a 15. helyen zárt. Az igen, 2 szimpla, 1. És egy szimpla 19 zárásként. Ugye a 21 az kártyában még jó lehet néha, de itt nem. No score. Nincsen pont. A 6. nyíl után sincs. Az igen, nem öreg uras tempó, Whitlock. És 7. nyíllal megvan Dobinak is a beszálló. Igen, de hát utcahosszal vezet Whitlock. Egyébként nap folyamán, amikor készültem fel ebből a mérkőzésből, hogy mik voltak a korábbi eredmények, akkor egy nagyon-nagyon idióta szóvic jutott eszembe, és előre is elnézést kérek mindenkitől, de nem fogom magamban tartani. Ugye volt Dobby a házi manó, aki egy nagy varázslónak, a Harry Potternek. Már megint a rajzfilmek. Igen, ugye, nem, ez nem rajzfilm, ez könyv és filmsorozat. Dobby a házi manó, aki megkeserítette nagyon sokszor Harry Potternek, a nagy varázslónak az életét, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a Dobby mennyire fogja az ausztrál varázslónak az életét megnehezíteni. Jó, én megvettem. Oké, okay, eladó. 180! Jó, Dobby. Ezt meg én vettem meg, akkor 1-1. Második nyíllal megvan a dupla Simonnak, egy 17 nyilassal vezette fel ezt a mérkőzést. Tartotta ezzel a saját kezdését. Igen, beragadt sajnos a startnál Dobby, ugye az első 6 nyíl nem ment rendesen a helyére. Nagyon szép kezdés Simontól. Majd kiderül, hogy kivel járt jobban Dobby. Eddie Lewis elleni mérkőzése készülhetett. Hát, ugye a ranglista helyezés alapján egy hangyányit Lewis-zal járt volna rosszabbul, hiszen ő volt a magasabban rangsorolt játékos. De nyilván ezt mi már soha nem fogjuk megtudni. 100. Nagyon szép, ezzel ismételten kiszállóra érkezett meg az ausztrál. Igen, Whitlock 1984 óta dartsozik, 16 évesen kezdte, akkor még nem is élt Chris Dobby. Mikor kezdte? 80? 84.
Még én se éltem akkor. No. Ugye volt világbajnoki döntős, az is jó régen volt, 10 éve. Whitlock 22 torna győzelmet aratott már pályafutása során. Igen, és ugye ő kétszer volt világbajnoki döntős, miközben Dobinak egyértelmű, hogy ez a 125-ös kiszálló már nem lesz meg. Csak az egyik világbajnoki döntője az még a BDO égisze alatt volt, amikor Mark Webstertől kapott ki a döntőben. És ugye volt az a legendás meccse Phil Taylor ellen. Nagyon nehéz azt felejteni, egy kiváló színvonalú mérkőzés volt. Szép! Megvan egy 15 nyilassal. Hát ahhoz képest, hogy már későre jár, úgy tűnik, hogy Whitlock a frissebb. És azért tegyük hozzá, hogy ott egy órával korábban vannak. Ez igaz, de hát az is már majdnem 10:30 ott. Akárcsak az előzőlegben. Nagyon oda teszi magát eddig Whitlock. No score. Meccse, másik nagyöreg Steve Beaton ellen volt a World Series-en, ott kikapott 6-5-re. De megverte nemrég szeptember 16-án Darintet. Jóan, Simon Whitlock azért egy nagyon sokat látott játékos, rengeteg versenyen ott volt, rengeteg játékost ismer. 48. Rengeteg tapasztalattal rendelkezik, tehát semmilyen körülmények között senki ellen nem szabad őt lebecsülni, hiszen nem kell olyan messzire visszamenni, elég visszamenni júliusig. Az a bizonyos World Match Play legjobb 16 közötti mérkőzés Michael van Gerwen ellen. Mindannyian tudjuk, hogy mi lett a vége. Bizony. Én akartam most kérdezni, de gondolom evidens a válasz, hogy ugye Angliában is van egy háza, gondolom nem Ausztráliából kellett valahogy ide természetesen importálni. Természetesen, és közben már a kiszállóra dobál. 63. Négy körös lehetett volna, még maradt 12 pontja, de tekintettel arra, hogy Chris Dobie 300 pont fölött van, így nyugodtan rákészülhet ismételten erre a dupla hatra. Könnyedén, bizony. Még mindig nincs kiszállón Dobie. És most már meg is van, gyönyörű, egy 13 nyilas a szetnek a végére. Kereken 15 nyilas átlaggal hozza 3-0 arányban, 100,2-es körátlaggal, 116-os első 9 nyillal. Hát eddig a varázsló Móre se tanítja a varázsló tanoncot. Ugye nagyon simán hozza az első játszmát Whitlock.